több fűzése. Túl sósorra esik a dara, ne menj nyárra, gubera-vera. Sáros lesz a piros papucsod, megverélte édes anyusod. Palócföldi dalcsokorral és bányászdalokkal lépett színpadra az Egercsehi Asszonykórus Pozsik Joachim névezetésével a Szépkorúak Fesztiválján, az október havi Magyarok Vásárán. Ezeket próbáljuk megőrizni, és hát lehetőség szerint, hogyha lesz rá igény, akkor ugye továbbadni. És mi nem csak úgy énekelünk, hogy most a magunk kedvére a klubon belül, hanem igyekeztünk arra, hogy lehetőleg országos minősítéseken is részt vegyünk, és a 21 év alatt nagyon-nagyon szép szakmai sikereket értünk el, hiszen büszkélkedhetünk 7 aranypávadíjjal, a BDS nívódíjával a bányász hagyományok őrzéséért, Egercsei Kultúráért címét, és természetesen sok-sok fesztivál, különdíj, nagydíj, nívódíj, tehát mindnek a birtokosai vagyunk. Én hát egyénibe is megmérettetem magam 2000-től, és nekem is van 8 aranypávam, 3 aranypáva nagydíjam. A kórus több országos minősítéssel is rendelkezik, de a legnagyobb díj számukra a közönség szeretete, mondta a vezetőjük. Minden díjon felül nekünk az a legnagyobb öröm, hogyha közönségnek örömet tudunk szerezni. Csak egy icike-picikét is a közönség velünk tud együtt örülni, amit mi csinálunk annak, akkor az minden díjtól sokkal többet ér nekünk. Bármi nekünk még CD-lemezünk a mai napig is nincsen, de azért az interneten is annyi helyen fent vagyunk, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy lehet, hogy 10 vagy 20 év múlva megint lesz idézőjelbe téve olyan őrült, aki tovább tudja ezt folytatni, és talán annyival könnyebb lesz, hogyha megvannak ezek az anyagok, hogy tudnak mihez nyúlni. Úgyhogy hát ezt mindenféleképpen szeretnénk, és én nagyon örülök, hogyha fiatalokat látok, ha más csoportban is, de ők tudják igazából tovább adni majd megint a felnövekvő generációnak. Aki engem nem hisz jónak, teremje az Isten lónak, de lónak is olyan lónak, hol deresznek, hol fakónak. De lónak is olyan lónak, hol deresznek, hol fakónak. Ki ment buré, de soká jár, ja Istenem, miért nem jön ma? Még ma egy cseppet se ittam, talán meg is halok szomjan. A fesztiválon Eger és Eger környéki klubok, kórusok, tánccsoportok léptek föl, ugyanis a Magyar Vásár Kulturális Egyesület, a Nyugdíjasok Evesmegyei Szövetsége, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület és a Dobó Katica Nyugdíjas Szövetség már második alkalommal ezzel a rendezvényel kívánta megünnepelni az idősebb generációhoz tartozókat és megköszönni nekik eddigi munkájukat. Egy rendkívül színes a város és a megye nyugdíjasaiból, nyugdíjas csoportjaiból álló fellépők biztosítják a programot. Ebben a programban lesz egy félórás megemlékezés, Holló József költő barátunk személyén keresztül valamennyi elmúlt egy évben elhunyt nyugdíjasról, akik tavaly még itt voltak közöttünk, ma már nem lehetnek, róluk is megemlékezünk. Ezen kívül a amatőr bemutatkozások után egy országosan ismert előadó személyén keresztül gála műsor lesz. A Gonda Báder duó fogja Kalina Enikő népdal és nóta énekesnőt kísérni. Nagy Jenő elmondta, fontos a korosztályok közötti kapcsolat teremtés, a fesztivál is ezt szolgálja. A régiségben több generációk éltek együtt hagyományosan, és hát ez a mai világra ez már nem jellemző. Ebből szeretnénk
egy kis bemutatkozás mégis, hogy az idősek, egyrészt büszkék lehetünk rájuk, mert amiben most élünk, ez az ő kezük munkája, az ő szellemi tevékenységük következtében alakult így. Másrészt a mai napig is segítik a családot, segítik az unokákat, helyel közzel alkotó tevékenységet végeznek, napi munkát, napi tevékenységet végeznek, és hogy a korosztályok közötti összekapcsolódás ezáltal is megteremtődhessen. Ha bemegyek a virek rikocsmába, csekély adósságom, boronárát ki akarom fizetni. Farkas Attila, a nyugdíjasok Eves megyei szövetségének elnöke azt mondta, egész évben arra törekednek, hogy színvonalas programokat és fellépési lehetőséget szervezzenek a tagklubok számára. Nyugdíjas társaink nagy-nagy örömmel jönnek bemutatkozni. Itt főleg Eger környéki és egri lakosok vesznek részt. Én úgy gondolom, hogy a jövő vonatkozásában még jobban fogjuk bővíteni ezt a kört, hogy más nyugdíjas csoportok, tánccsoportok, kórusok be tudjanak mutatkozni ezen a Magyarok vásárán, kiegészítve természetesen kis kulturális programmal. Ők nagyon szeretnek fellépni, különösen ilyen jellegű rendezvényeken, ahol nincs zsűri. Tehát nem kell izgulni nekik, maguktól tudják előadni azokat a szép táncokat, szép dalokat, népviseletbe természetesen, és így ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy a jövő évi nagy versenyekre ők fel tudjanak készülni.